Ma is téma volt a parlamentben a mezőhegyesi ménesbirtok ügye. Mindez egy múlt heti törvényelőkészítés kapcsán került szóba, amely részleteiről Lázár János beszélt az azonnali kérdések órájában. Varga Gábor a Fidesz képviseletében azonnali kérdést tett fel a miniszterelnökséget vezető miniszter felé. Lóvá tesznek minket a szocialisták? Miért tiltakoznak a mezőhegyesi ménesbirtok fejlesztése ellen? A miniszter válaszában egy korábbi privatizálási ügyet említett. Tisztelt képviselő úr, kérdése alkalmat ad arra, hogy megköszönjem képviselőtársaimnak a konstruktív vitát, amelyet az elmúlt héten a mezőhegyes törvényjavaslattal kapcsolatban itt a házban igaz a Magyar Szocialista Párt nélkül folytatott le az országgyűlés, hiszen az MSZP nem vett részt a vitában, ami árulkodó, hiszen 2004-ben már egyszer privatizálták az akkori mezőhegyesi ZRT-t. Az a reményünk, hogy nem arra készülnek, hogyha még egyszer a választók hibát elkövetve hatalomhoz juttatják őket, újra el fogják adni azt, amit most megpróbálunk létrehozni. Nem rossz helyen kapizsgál képviselőtársam, mert a törvényjavaslat motivációja Farkas Sándor kormánybiztos úr javaslatára az volt, hogy próbáljuk bebetonozni a jövőre nézve Mezőhegyest, és olyan kompromisszumot létrehozni a mezőhegyesi mintagazdaság, mezőhegyesi lovasközpont körül, tangazdaság és mintagazdaság körül, amely megóvja attól, hogy még egyszer az a szégyen előfordulhasson, ami 2004-ben elkezdődött és meg is valósult, hogy magánkézbe adják a mezőhegyesi ZRT-t az akkori szocialista agrárkormányzat döntése alapján. A miniszter kitért arra is, hogy az országgyűlés felhatalmazása alapján egy teljesen más utat választhat a végrehajtó hatalom, amikor 10 000 hektáron az ország legfejlettebb, legjobb minőségű mezőgazdasági vállalkozását hozzák létre. A növény- és állattenyésztés területén egy mintagazdaságot szeretnének kialakítani, amely az ország legfontosabb ménese, és ezen kívül tangazdaságként is üzemel, és a gyakorlati és felsőoktatási képzésbe is be tud majd kapcsolódni. A leendő törvény majd a vagyonkezelésre is ügyel, ezáltal megvédhető lesz a gazdaság, és garantált lesz, hogy az ország legfontosabb ménese, így a várost és az ország javát szolgálja majd. Zárta mondani valóját Lázár János.